ami nagyon látványos lesz, amikor fölfújjuk a tüdőt és megnézzük azt, hogy a be- és a kilégzés között mekkora térfogat változás történik. Amik kapásból fölismerhetőek ebből a tetemből, azok a gége előtt a pajzsmirigyen, a nyelőcső, az ezofágus, ezzel párhuzamosan fut a légcső, alatta a két tüdőfél szépen elkülöníthető lóhúszokkal, tehát tüdőlebenyekkel, illetve Boti nagy valószínűséggel fölismeri, hiszen a kedvenc szakasza az aorta descendens, tehát az aorta leszálló ága szintén rajta van a tetemen. A mai program sertéstüdő goncolása. Ezzel, mivel a sertés szervei nagyon hasonlítanak az emberi szervekhez, nagyon jól át tudjuk nézni a légzőre, szervencnek a felépítését, illetve a működését. A goncolókat, szikéket, illetve gonctűket használunk, amit csipeszeket a munkához, de elég rutinosak már az eszköz használatban, hiszen nem az első gyakorlatuk ez. Mit fognak vizsgálni itt a tüdőn a gyermeket? Hát a légzőrendszernek, az alsó légutaknak a felépítését elsődlegesen, illetve azt, hogy a tüdőben hogy mozog a levegő a kilégzés, illetve a belégzés során. Elkezdem fölfújni a tüdőt, ha összejön, mármint nektek majd, amikor fújjátok, akkor a társatok, aki éppen nem fúj, mert nincs kedve hozzá, az a bonctűvel kétszer-háromszor szúrja meg a tüdőlebenyeket, jó? Ezzel csak annyit ellenőrzünk, hogy nem egy papírzacskóba fújtuk, ami egyetlen nagy belső üregből áll, hanem egy alveoláris rendszerbe, ami kb. 300 millió alveolusból áll, és a felületen nagyjából 50-100 négyzetméter közöttre tehető. Na, nézzük a mutatványt. Két csoportban dolgozunk, 9-10-esekkel és 11-12-esekkel, ez most az utóbbi csoport. Mindkét csoportban közelítőleg 25 diák jelentkezett, ez nagyjából 50 fő, akinek a tehetséggondozását felvállaltuk. A 9-10-ben tehetségfeltárást próbálunk végrehajtani. A 11-12-eseknél már a dúsítás elmélyítés történik, ez azt jelenti, hogy az elméleti tudásukat gyakorlati ismeretekkel is megalapozunk. Az ELTE-re meghívtak minket a természettudományos tanszékekre, ott fogunk egy idézőben kirándulás, de igazából fontos tapasztalatszerzést végrehajtani. Komoly gyakorlatokon veszünk részt, nem mutatják a laborban történő munkát. Gyakorlatilag a sertés minden részét végigboncoljuk, illetve mellett még a madarak szervrendszerét is megvizsgáljuk, valamint a kicsiknél a gilisznától kezdve az éti csigán keresztül az óriás csótányig mindent felbontunk és megnézzük a belső szerveket.